Kedves nézőink, ugye sokak szerint mindig jó, hogyha van valami szakmai jellegű vita két szervezet között, de olybá tűnik, hogy ez a szakmai jellegű vita, még nem tudom, hogy egyetlen szakmai jellegű-e, egy kicsit, talán lehet, hogy azt is lehet mondani, hogy eldurvult, de meglátjuk mindjárt. Sumicki Balázs, köszöntöm, jó reggelt kívánok, Magyar Apartman Kiadók Szövetsége. Szállodaszövetséggel van egy komoly vitájuk, ugye? Amit önök egy nyilatkozatban le is jegyeztek. Nem csak a nyilatkozat volt a lényeg, hanem amit hozzáfűztek a sajtóközlemény, hogy azért ottan az egy elég erős megfogalmazás volt. Akkor kicsit járunk ennek utána, a lehetséges. Így van, itt arról van szó, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közé tette egy 9 oldalas tanulmánynak nevezett valamit, amit elküldött politikai döntéshozóknak, kerületi vezetőknek, amikben ismét amellett érveltek, hogy a Magyarországon található magán és egyéb szállásokat lehetetlenítsék el. Olyan javaslatokat fogalmaztak meg a részükre, mindenféle cukormázas ideológiával leöntve, amikről mi azt gondoltuk, hogy már egy pár éve lezárt disputa, és most, amikor a válságból próbál kikecmeregni az ország, és a turizmus ismét egy húzó ágazat lehetne, akkor az nem megoldás, hogy egy komoly lobbyerővel és gazdasági erővel lévő szervezet megpróbál tönkretenni egy amúgy jól működő és egy önmagát szabályozni képes iparágat, és olyan javaslatokat tartanak támogathatónak, vagy javaslatokat tesznek a döntéshozókkal, mint például, hogy a kiadható napok számát korlátozzák a magán és egyéb szálláshelyeken, tehát hogy ne lehessünk nyitva egész évben, mindezt azzal az ideológiával, hogy ők egyenlő versenyfeltételeket akarnak. És még volt egy pár ilyen javaslatuk, és akkor mi azt mondtuk, hogy tekintettel arra, hogy már nagyon sokszor végigrágtuk ezt a témát, hogy melyik ötlet miért jó, miért nem jó, belátták a döntéshozók is, akkor nem kéne ezt a témát újra felmelegíteni, és főleg nem ilyen nevetséges ideológiával leönteni egész egyszerűen azt, hogy ők szeretnék ezt a piacot bekebelezni, azt hiszik, hogyha bezárják a magán és egyéb szálláshelyeket, akkor azok a vendégek hozzájuk fognak menni, és így, mivel nekünk kicsit jobban megy, most gyorsabban megy a talpraállás a mi szektorunkban, mint a hoteleknek, akkor dögöljön meg a szomszéd tehenne mentalitással, ellehetetlenítenek minket, és hát erre reflektálva persze mi is tudtunk ötletelni, hogy hát ha nálunk azt akarják, hogy zárjunk be 30-60-90 nap után egy évvel, akkor az egyenlő versenyfeltételek alapján zárjanak be ők is. Tudjuk, hogy ez nem fog megvalósulni, nem is szeretnénk, de a helyzet fonákságára igenis rá kellett mutatnunk. A lobbyerőt tekintve azért ugye önöknek is van valamilyen lobbyereje, gondolom én, de ugye ezt a lobbyerőt erősen, hogy mondjam, elveszi az a tény, ugye, hogy itt folyamatosan a különböző rövidtávú lakáskiadások körül időnként akadtak, akár itt a Belső Erzsébetvárosban is problémák. Jól érzékelem én ezt? Meg kell vizsgálni, hogy milyen problémáról van szó. Hogy Belső Erzsébetvárosban a legnagyobb probléma az volt, hogy a lakóknak a pihenéshez való joga a sérült. Nem tudtak a társasházakban lévők pihenni, mert hangosak voltak a turisták. Erre azonban nem az a megoldás, hogy akkor ezt a szektort ellehetetlenítjük. Főleg azért nem, mert amikor rólunk beszélünk, vagy akiket mi képviselünk, azok a lakáskiadók, és a piacnak a 80%-án a stúdió kötője kétszobás lakások működnek, tehát nem ide jönnek azok a hangos, legénybúcsús, lánybúcsús hordák, akik az igazi problémákat okozzák, hanem a hostelekbe, a hibrid hotelekbe és a feketén működő szálláshelyekbe. A mi megoldásunk egyébként az, hogy a közeljövőben egy erőteljes kampányt kezdünk, hogy a házigazdák, ahol úgy érzik, hogy problémát okozhat a lakókkal való együttműködés, mikor a problémás vendégek miatt, azok helyezzenek el zajmérőt a lakásban, és ez jelez nekik, illetve a vendégnek, hogyha a zajszint túl magas, és időben közbe tudnak lépni, mielőtt konfliktus lenne. Erre számtalan nemzetközi példa van, ezt tanulmányoztam, én személy szerint is nyáron Barcelonába, és ott ez már nagyon jól működik, és a 7. kerület azért ezt pontosan felismerte, hogy tehát néhány renitens miatt, ami ráadásul nem is a mi szálláshelyünkön száll meg általában, nem lehet ezt a szektort bedönteni. És ezt egyébként már mindenki felismerte, talán a szállodaszövetségen kívül. Jó. Ugye azt mondja, hogy régen lejárt frázisokat vesznek elő
vagy vettek elő a javaslatukban. Nincs a két szervezet között valamilyen típusú kommunikáció? Tehát olyan nincs, hogy ön a jelenlegi elnököt, vagy a volt elnököt, a tiszteletbeli elnököt, aki egyébként ma jön majd ide később, fölhív és azt mondja neki, hogy normálisak vagytok? Dehogy nem, tehát a tiszteletbeli elnökkel, a Flesch Tamás úrral mi egy kezdeti konfliktus után nagyon jó viszonyban voltunk, és tudtunk egyeztetni, sőt volt, amikor közösen léptünk fel, ezzel nincs is semmi gond. Aztán lett egy vezetőségcsere a szállodaszövetségbe, és nekik az adjon Isten volt ez felénk, hogy nyilvánosságra hozták ezt a tanulmányt, és hát tetszik tudni, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Világos. Azt lehet tudni, hogy egyébként ezt a tanulmányt kikírták, és... Ez egy munkacsoportja a szállodaszövetségnek, akik hivatkoznak valamiféle egyeztetésre, ami állítólag történt valamelyik tisztségviselőnkkel, de én jeleztem nekik írásba, hogy hárman vagyunk tisztségviselők, és egyik. Háromból egyik sem. És háromból egyik sem, de én nem tudom, lehet, hogy összekevernek minket valakivel, vagy nem tudom, hogy ezt mire alapozzák. Minden esetre ez így történt. De tudja, nem csak itt érhető tetten ennek a szektornak az ellehetetlenítésére irányuló törökvésük. A jövő évtől, illetve 2023-tól kötelező lesz minősíteni valamennyi szálláshely típust Magyarországon. Igen. Ez egy, tehát besorolják 1-5 csillag alá, mint ahogy ez a hotelek egy részénél most ez szokásos. Nem tudom eszembe a neve, de tudjuk, ez hogy... Ez a Hotel Stars Uniónak 1-5 csillagig. Igen. Na most gyakorlatilag Európában egyedülálló módon próbálják a magán és egyéb szálláshelyeket is bekategorizálni, és akik ezt a kategorizálásnak az alapját írták és készítették elő, az láss csodát, a szállodaszövetség volt, akik olyan előírásokat próbálnak ráerőszakolni a magán és egyéb szálláshelyekre, aminek megfelelni részben nagyon nehéz vagy lehetetlen, és sehol Európában nem is várják el. Úgyhogy most a következő harcunk az azért megy, hogy ezt a rendkívül színes gazdasági halmazt, mert ide tartoznak az Airbnb-s lakások, ide tartozik a falusi turizmus, a műemléképületek, a lombházak, ez a tiny house koncepció, ezek a nagyon kicsi erdei házikok. Igen. Ezeket nem lehet úgy standardizálni, mint egy hoteleket, és az a félelmünk, hogyha megvalósul maradéktanul az az elképzelés, ami jelenleg a döntéshozók asztalán van, akkor rendkívül sok, nagyon magas minőséget nyújtó, például az év szállásadíjat elnyerő szálláshely nem tud egy 4-5 csillagot megcélozni, mert egy-egy olyan apró butaság előírás hiányzik nekik hozzájuk, amiket kötelezővé tenne ez a kritériumrendszer minden egyes szállástípusnak. Ezt értem, és azt szeretném megtudni, hogy kik a döntéshozók, kiknél kell önöknek eredményt elérni, és kiket tudnak bevonni maguk mellé. Nagyon szerteágazó ez a történet. Egyrészt nyilván a Magyar Turisztikai Ügynökség és a miniszterelnöki kabinetiroda, ehhez tartozik a turizmus. Tehát minden, ami országos szabályozás, azért az valahol hozzájuk csatornázódik be. Idén szeptembertől okmányolvasót, okmányszkennert kell használni valamennyi turista lejelentésére, hogy az állam tudja, hogy melyik szálláson kiszállt meg, akár belföldi, akár külföldi, ez a belügyminisztériumhoz tartozik. A kerületek hozhatnak olyan szabályt, amiért harcol a szállodaszövetség, hogy 30-60-90 napra lehessünk nyitva, ott a kerületi polgármesterekkel kell beszélnünk. Szövetségesünk meg minden olyan szervezet, aki közvetlen a turizmusból él. És ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy a szállodaszövetség egyébként a vendéglátósokat is, az éttermeseket is képvisel. Most, ha én vendéglátós lennék, én azért bekopognék a Baldauf úr irodájába, hogy tisztelt Baldauf úr, miért akarja tönkretenni azt a szektort, ami csak Budapesten 2019-ben több mint 3 millió vendég éjszakát jelentett, tehát 3 millió éjszakát töltöttek nálunk a vendégek, és ezeknek a jó része, ugye mi nem biztosítunk étkezési szolgáltatást, hozzánk jött be reggelizni, hozzánk jött be ebédelni vagy vacsorázni. Igen. Minket képvisel a szállodaszövetség vendéglátósokat? Beszéljük meg. Az olyan típusú vádakra mit tudnak mondani, hogy hát ugye oké, kell ez a szkenner, ami megnézi a vendég, vagy be kell olvasni a vendégnek az igazolványát, de mégis hát bizony vannak olyanok, akik feketéznek? Feketéznek, igen. Mondjuk ki, nyilván vannak olyanok, ez egy sajnálatos tény, a mi egyesületünk a megalakulásának
óta ezért küzd, hogy ne legyen feketézés. Ebből a szempontból közösek az érdekeink a szállodaszövetséggel, és tudjuk is támogatni az ez irányú javaslataikat. Mi eljutottuk a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, bár nem vagyunk jogászok, hogy szerintünk egy tolvonással hogyan lehetne ezt megoldani. Na tessék, hogyan lehet megoldani? Minden szálláshelynek van egy azonosító száma. Ez megvan a Magyar Turisztikai Ügynökségnél. Ezeket ma már fel kell tüntetni a nagy szálláshely közvetítő oldalaknál, mint a Bookingon, Airbnb-nél. De ez a két adatbázis nincsen összekapcsolva, tehát én beírhatok bármilyen számot a Bookingnak a honlapjára. Ha össze lenne kapcsolva, és meg tudnák mondani, hogy ez az azonosító szám, amit beírt a Balázs arra az Airbnb-re, ez tényleg a Balázs nevén van az MTÜ-nél meg, akkor jó. Ha nincs, akkor töröljük a hirdetést. És innentől kezdve a feketézők el tudnak tűnni. De azért, tudja, amikor a szállodaszövetség azért lobbizik, hogy a szállásadókat fokozottan ellenőrizzék, ez ugye elsőre jól hangzik, de jó lenne, ha mindenki a saját portálja előtt söpergetné, mert ha bárkinek van egy ismerőse, aki valamelyik szállodába dolgozik, ott nagy eséllyel azt fogja tapasztalni, hogy van egy alapbér, nem véletlenül ez az egyik legrosszabbul fizetett szektor Magyarországon, és egyébként pedig a fizetésének a meghatározó részét mindenféle visszaosztásból kapja meg. Úgyhogy mindenki ez először a magány. Véleménye? Ez az én véleményem, igen, de az meg az övéké. Az meg az övéké, világos. Hogy minket kell. Tehát érti, hogy mit mondok? Világos. Fel kell lépni a feketézők ellen. Sajnos a szolgáltató szektor alapvetően mérgezett Magyarországon, függetlenül attól, hogy egy villanyszerelőről, egy szállásról szolgáltató, igen, ezt sajnos én ebből a szempontból igazat adok önnek, mert valamiért ez egy ilyen berögződés a magyaroknak, és ezt lehet, hogy általánosítani is lehet nyugodtan, ugye, hogy van, kuruckodunk, hogy na, mi megmutatjuk a labancnak, a mindenkori labancnak, hogy tudod, mit nem fizetünk neked. De tudja, bocsánat, hogyha fel akarunk lépni a feketézők ellen, akkor pont nem a legálisan működő szálláshelyeket kellene szivatni ezekkel az ötletekkel, amiket a szállodaszövetség lerak mostanában az asztalra, hanem azt kellene mondani, hogy ezeket az erőforrásokat nem a legálisan működők vegzálásával töltjük, hanem a feketézőknek. És azt lehetett látni, hogy azért az újságírók tavaly nagyon jó munkát végeztek, és Zug Hotelt buktattak le a 6. kerületben. Világos. Tehát lenne itt tér a munkára. És ön szerint mi a megoldás? Fognak egyeztetni a szállodaszövetséggel? Keresték már egymást, vagy keresték már őket? Én jeleztem nekik a problémánkat ezzel a tanulmánnyal, itt most megálltunk, mi várjuk adott esetben, hogy ők valamit lépjenek, de nekünk a tárgyalófelünk azért az alapvetően a döntéshozók, amiket az előbb elsoroltam. Jó, csak azért gondoltam, hogyha valamilyen módon meg tudnának egyezni, akkor sokkal egyszerűbben tudnak a döntéshozók felé felállni. Világos, ráadásul lennének közös pontjaink. Világos. De úgy nehéz tárgyalni, hogyha a közben az embert el akarják lehetetleníteni. Világos. Hát kívánom önnek, hogy sikerrel járjon, és hát kérem azt, hogy kövesse a műsorunkat, mert érkezik majd valamikor 8 óra után Fresh Tamás is, és meg szeretném őt is hallgatni, hogy mit gondol erről az egészről. Köszönöm, hogy itt volt, minden jót kívánok. Köszönöm szépen.